Rendhagyó énekóra volt a zene világnapjához kapcsolódva a római katolikus templomban a Györffy István katolikus általános iskola 5. és 7. diákjainak. A rendhagyó énekórát Hegedűs Endre Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongora művész és zenepedagógus tartotta, akit a diákoknak Borsosné Herceg Judit igazgató helyettes mutatott be. Rendhagyó énekórára érkeztünk most mi, nagy örömmel és megtiszteltetés számunkra, hogy újból egy éve távol itt templomunk falai között köszönhetjük a művész urat. Az elmúlt évben az adventi időszakban találkozhattunk, amikor testben és lélekben is készültünk az ünnepekre, és az a rendhagyó énekóra, melyre december 9-én kerül sor, mindenki számára valódi ünnepi hangulatú lelki felkészülést nyújtott. Szeretném röviden művész úr munkásságát bemutatni. Hegedűs Endre, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongora, művész és zenepedagógus, a nemzetközi és a hazai hangverseny élet ismert szólistája. Pályája eddigi 45 éve alatt 3500-nál is több koncertet adott Magyarországon és a világ számos országában, nagyvárosaiban. Erről a múlt évben már beszélt nekünk a művész úr. Őszinte örömöt és megtiszteltetést jelent, hogy a mai napon is elhozta karcagra és megmutatja növendékeinek a művészetét. Az interneten a portfólió és hangverseny programjában, 2019-es ajánlójában a következő gondolatot írtam ki. A művész úr így nyilatkozik. Nem azt akarom megmutatni, hogy milyen nagy virtuóz vagyok, hanem egy ügyet szolgálok, a szépségét. Annak a zenének a szépségét akarom megmutatni, amely a lelket megnyílásra készteti, örömet, élmény és energiát ad neki. Mint elhangzott, a Hódmezővásárhelyi születésű művész érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett 1980-ban zongora művész és tanári diplomát. Tanulmányait követően gyakran vett részt Bruno Leonardo Gelber és Vasvári Tamás mester kurzusain. 10 nemzetközi zongora verseny díjazottja. 12 éven át tanított zongorát és kamarazenét a Zene Akadémia Tanárképző Intézetében. Szólistaként és kamaraművészként az elmúlt évtizedekben több mint 3500 alkalommal lépett a közönség elé itthon és a világ számos országában. A karcagi templomi koncertjén elhangzott művek előtt azok történetéről is szólt a diákoknak Hegedűs Endre, aki négykezest is játszott feleségével, Hegedűs Katica zongoraművésszel.